A VECOP út a munkaerőpiacra című kiemelt projekt keretében Budapest Főváros Kormányhivatalának foglalkoztatási főosztálya a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával közösen október 4-én állásbőrzét rendezett az önkormányzat tanácstermében. Domokos Péter a kormányhivatal igazgatója nyitotta meg az eseményt, aki elmondta, hogy nagyon jó az együttműködés Újbudával, ezért gyakrabban tudnak a 11. kerületben ilyen jellegű eseményeket tartani. Ez nem a rendszeres sorban lévő állásbőze, egy külön állásbőze, amit kifejezetten most ebben a célra szerveztünk. Ez egyébként a 24. a sorban, van egy Európai Uniós projekt, az Út a munkaerőpiacra nevezető projekt, akinek a keretében ezeket az állásbőzéket szervezzük. Általában a fővárosi kerületekben körülbelül ilyen regionális 6 kerületet összefogva fél évenként 3-4 ilyen állásbőzét is tartunk. Kettőféle lehetőségük van itt a munkavállalóknak. Egyrészt a jelen állásbőzén például több mint 1500 munkahely közül válogathatnak, melyet 50 munkáltató kínál. Ezen túlmenően pedig ebben a projektben is részt vetnek az Út a munkaerőpiacra megnevezési projekt, aminek a lényege az, hogy különböző támogatásokat kapnak a saját átképzésükhöz, pszichés támogatást feldolgozni, azt, hogy esetleg a álláskeresésre szorulnak, és ezen túlmenően az önéletrajzokat lehet tökéletesíteni, motivációs leveleket tudunk velük közösen megfogalmazni és megírni, és számos olyan lakhatási támogatás, átképzési támogatást tudnak effektíve igénybe venni, ami segíti az ő munkaerőpiaci elhelyezkedésüket. Fővárosi szinten átlagosan 8-10%-kal csökkent az álláskeresők száma, a 11. kerület mutatói pedig még ennél is jobbak. A 11. kerületben 962 fő volt tavaly ebben az azonos időszakban álláskereső, és ez 878 főre csökkent. Ez a kerületnek, a 11. kerületnek a számai, egyéb iránt ez egy szignifikáns csökkenés, ami nagyon fontos az, hogy a tavalyi évhez képest főváros szinten körülbelül 8-10%-kal csökkent az álláskeresők száma. A munkaügyi központunk régi elnevezésével gyakorlatilag nem csak ebben a kerületben, hanem három másik kerületben is van, aki egy illetékességi szinten dolgozik a 11. kerület és még három másik kerülettel. Itt 15%-kal csökkent a regisztrált munkavállalóknak a száma, és hogyha a 2006-os évet tekintjük, ami nem is túl régen volt bázisének, akkor összfővárosi szinten és a kerület szintjén is elmutatjuk, hogy kevesebb, mint a fele, tehát több, mint a felével csökkent azoknak az állampolgárnak a száma, állást keresnek. Én azt gondolom, hogy most a zászló annak áll, hogyha valaki dolgozni szeretne egy Budapesten, akkor egy kicsi átképzéssel vagy a meglévő végzettségével kifejezetten versenyképes állásokat tud találni. Az állásbőrze célja az volt, hogy elősegítse a munkaadók és álláskeresők közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra a munkaerőpiac szereplői között. A látogatók a munkaadók által kínált álláshelyek mellett munkaerőpiaci elhelyezkedésük érdekében személyre szabott segítséget kaptak, munka, pálya és álláskeresési tanácsadással, munkaerőpiaci információ nyújtással, és megismerhették a VECOP Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt szolgáltatásait és támogatásait.